Üdvözöllek titeket, gyerekek! Reggel van, 8 óra 40, és ugye délután megyek gyakszire, és akkor most fogunk csinálni Euro Truck Simulator gameplayt! Hova menjünk, honnan? Ez nagyon hosszú. Ez nagyon hosszú még. Nézzünk valami. Közelebbi dég, az is milyen hosszú. Zsambék. De Budaörsre menni tényleg katasztrofálisan hosszú. Főleg, hogy nem is autópályán. Enyhing, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Dunajváros. Miért jelöl ilyen hosszúnak? Nem is lehet ilyen hosszú. Simontornya. Nézzünk rövidet. Jó, azért annyira nem rövidet. Na most például, Polgárdi. Enyhing. Hol volt? Hol néztük? Enyhing. Úthosszami. Székesfehérvár, Polgárdi. Az egy nem egy hosszú táv, de legyen Gárdony, ott még úgyse voltunk. Na, fuvar elvállalása. Egyébként tejet iszok. Jó kis reggeli tej. Na, aztán most már régen játszottam én ezzel, úgyhogy bele kell szokni megint. Na. Ó, esik az eső, nagyon szukcsi-mukcsi. És persze, hogy arra kell kifordulnom. Oké, először is beindítjuk a motort. Oké, felkapcsolunk lámpát. Legyen teljes, úgy csalátok majd semmit. És akkor pedig fordulás van. Tutit ki tudok? Ki tudok, jó van. Jön utánam a pótkocsi is, kicsit egyenesítsük ki. És akkor már erre? Ja, erre, ugye? Ja, nem. Hülyeséget mondok, erre kell menni. Úgyni. Azért volt nekem is fura. Úgy, és akkor zebra van. Elengedjük még ezt a kamionost is, és akkor megyünk. Hol fogunk menni, autópályán, vagy a hetesen? Nem tudom ám megmondani így. Most azt sem tudom, hol vagyunk igazából. De talán a hetesen fogunk menni. És nem az autópályán. Úgy látom. Úgy érzem. Balaton, Budapest, Dunajváros. Hát akkor már nem tudom tényleg. Na mindegy, hát megyünk, aztán majd kiderül. Hát persze, hogy körforgalom. Nem. Jó, hála Isten nincs. Fúj, de utálom a körforgalmokat. Oké, és akkor... Ja, autópályán fogunk menni Gárdonyba. Jó, csak nem tudtam, hogy merre. Most már akkor tudom, hogy így hol vagyunk. Jaj. Ja, igen, itt az autópályára is egy elég nehéz dolog lefordulni, mert olyan kis szűk utca ez itt, amiben így bele tudok fordulni, hogy az valami hihetetlen. Látod? Ugye? Ugye? Jó, mondjuk annyira durván nem szűk. De eddig szűknek tűnne. Ja igen, itt szűk, hát itt ahol mész. Ne indexelj már. Itt ahogy mész, az a szűk. Ah, az itt se annyira. A lámpát minimálisra vesszük, annyira nem. Nem izé. Csak ne büntessenek meg, azt azért van bekapcsolva. De egyébként kezd kisütni a nap. És el is megy a felhőzet. Úgyhogy ezt a lámpát, ezt le is kapcsoljuk szépen. És az első kijáraton már fordulunk is vissza. Ugyanis itt van már. Elméletileg. Ja igen, és akkor itt megyünk tovább a hetesen. Aha, lerövidítettük, mert tök nehéz lett volna átbajlódni Fehérváron össze-vissza. És akkor itt megyünk ki a hetesre, és ott van fent Gárdony. Ott írja. Na. Ez igen. Megint ezek a szűkizék.
Ezzel még, ezt még nagyon meg kell tanulnom, hogy ezekkel hogy kell pontosan menni. De most úgy látom mindkét tükrön, hogy jól megyek. Ti ugye az egyik tükröt nem látjátok, mert a gyönyörű szép fejem van az egyik tükör helyén. De én látom mindkettőt. Na mi lesz a koncepció? Befordulsz, Niger? Elengedsz? Kösz. Thank you. Dudáltam neki egyet, hogy érezze a törődést. Oké. És akkor itt talán még nem is voltunk. Ja. Nézzük meg kívülről a kamiont. Ó, de sokat látni. Jó, hát igazából jól nézünk ki. Vissza gyorsan, mert nem tudtam, hogy hogy kell menni. Fú, de fura, mert amikor kimegyek kettes kamerára, ugye az az, amikor kívülről mutatja. Mi ez a ház itt? Ja, itt még vannak házak. Az ilyen... Tök ilyen félelmetes, hogy úgy kell vezetned. Kárdony, felemegyünk, és... hol a Balat? Vagy a Velencei tó? Ez lenne a Velencei tó? Nem hiszem. Meg ez is itt mi? Hát mennyi tó van itt te? Na mindegy. Keresgetjük itt a tavakat. Aztán mi a helyzet, srácok? Hát, most talán nagyon szeretitek a gameplayeket, úgyhogy... hát csinálgatom, csinálgatom. Egyébként én úgy csinálom a gameplayeket, hogy... hogy nagyon sokat előre felveszek. Mert például most játszok, és akkor felveszek kettő rész Eurotrack-et. És pont azért, mert... most így van kedvem játszani, és akkor miért ne? Mert mindig így elővenni a játékot, ja, itt egy rendőr. Aztán ez engem ne idejön. Mindig elővenni a játékot, az eléggé ilyen hosszadalmas dolog. De ezek így teljesen jók, szerintem, hogy 2-3 részt felveszek egybe. Az előbb felvettem egy FIFA gameplayt, ami nagyon jó sikerült most. Azt még meg kell mondjuk vágni, a FIFA-t ugye azt vágom nagyon. Meg azt nem tudom megcsinálni, hogy igen, itt vagyunk már Gárdonyba. Jaj, bazd meg, majdnem kijöntem a rendőrnek. Szóval azt nem tudom megcsinálni a FIFA-nál, hogy felteszem egybe. Mert ugye úgy van, hogy a FIFA-t azt Fraps-el veszem fel, ezt meg OBS-el. A FIFA-t azért veszem, vagy OBS. A FIFA-t azért veszem fel Fraps-el, mert a ugye ott túl nagy lenne az a kamera, amit ti láttok, tehát a facecam. Ott túl nagy lenne. És akkor úgy gondoltam, hogy a facecamot ott felteszem, hogy felveszem izéval, sima kamerával, ami most éppen itt töltődik. Aztán... ja, így csinálom, és akkor... össze kell ugye vágni, és ezért nem tudom feltenni. Egybe. Na, és akkor itt pedig egy ilyen... kis csúnyaság van. De tök jó, hogy amúgy... azt megcsinálták, hogy közben ott dolgoznak az emberek. De azért most már mennék, na. Azért ne szórakozzunk. Ó, Istenem már. Mögöttem is mennyien várnak. Ja, hogy már mehetek? Mi problémázok, azt rég már mehetnék. Nem mindegy. De tök durva itt is így. Jó, hát igazából semmit nem csinál, de azért ott van. Tehát így működik. Működik a rendszer. Náluk is. Ó, de jó kis busz. És azt hittem itt kell lefordulni, de nem itt. Még nem itt. Volán busz. Tök jó azért ezeket így visszalátni, mint hogyha... mert ugye erre lak a Fejvárna, és akkor itt tök jó visszalátni ilyen dolgokat. Na és akkor gyerekek, itt kell lefordulni. Amit egy kicsit nagyobb ívbe kéne venni, mint amúgy. Na várjál, hogyan néz ez ki? Tehát így fordulok. Nem sodrom el, de viszont szépen... így van, így kell fordulni, jó van. Azért úgy már játszottam pár részt, de most jöttem rá. De ez a magyar mod, ez nagyon király. Sokan írtátok, hogy nem sikerül nektek feltelepíteni. Na most, én nem tudom akkor nektek mi van. Én úgy csináltam, ahogy leírtam, vagy megmutattam videóba. Nem tudom, tényleg sajnálom. Ne haragudjatok, de tényleg nem tudom akkor ilyenkor mit lehet tenni. És itt kell ugye lefordulni. Ezt az ívet kicsit nagyba vettük. És meg is érkeztünk. Ez most egy gyors fuvar volt.
most merre kell menni? Akkor megpróbálunk még betolatni egy kicsit. Aha. Hogyan kéne oda bemenni? Nézzük csak meg. Ja, hogy így. Aha. Hát akkor ez most egy jó tolatás lesz, mert először is innen. Ja nem. De. Nem. De. Mi van? Először is tolassunk ki innen, ugye? Aha. Így. Bocs. Azért megpróbálkozunk egyen, na. Nem arra, rossz fele indul el. Úgy. Ki, de menjen már onnan az az ember, miért áll ott? Elsodrom. Nézzük milyen, hogy elütöm. Hát mondjuk éppen, hogy csak elütöttem, de semmi nem történt. Jó. Nem jön semmi sehol. Egyenesbe állítjuk ide a kamiont szépen. Ájá, bejöttem nagyon ide a dzsumbújmálásba. Na és akkor gyerekek, koncentrálás következik, figyeljetek! Annyira jó, hogy ott áll ez az autó, de komolyan. Antibakteriális autó. Jó lesz ez. Vagy nem. Ej, de nem ütött, nem ütköztem neki. Azaz, most szedd alá. Jó. Nem előre indul. Jaj! Nem sikerült, gyerekek. Pedig én tényleg megpróbáltam. Mindegy, ezt még majd gyakoroljuk ám. Nem nyugszom le ennyivel. Ez már nem lesz itt jó. Nem. Sajnos ez így nem lesz jó. Mindegy, de legalább megpróbáltuk. Egy ideig azért jó ment, na. Mindegy, lehet innen máshonnan is megközelíteni ezt a helységet, megnézzük onnan mi a para. Hol van? Ja, itt kell ráfordulni, aha. Hát nem, mert innen meg egy baszott nagy kanyart kéne belevinni, tudod, és azt azért elég nehéz. Azaz, rá tudok fordulni. Gyönyörűen. Jó, hát mindegy. De amúgy ide esélyed nincsen betolatni, tehát ez a... Lehetőleg... Mondjuk ne, várjál már, mi van, hogyha én itt kimegyek? Csak egy picit így lazább így kifordulok ide. Tehát semmi extra. Így. Akkor kb. Ugyanott vagyok, mint voltam. Ja. Semmi para. De aztán lehet a végén ide... Tisztelem a kamionsofőröket, de komolyan, tehát aki be tud olyan fainul parkolni. És olyan kis helyekre, hogy az olyan hihetetlen. És akkora dömpert kamionnal, mint például ez. Hát örök tisztelet. Aha, nem a legjobb. Nem, ez tényleg nem is lett jó. Semmi probléma, leválasztjuk, majdnem sikerült. Vissza.
enterentjű. Jó, hát gyerekek, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt az a bizonyos gárdonyi fuvar. Zöldfülű vagyok még mindig. Na, a következő részben találkozunk. Ha tetszett, nyugodtan iratkozzatok fel, vagy nyomjatok egy lájkot, vagy mindkettő. Na, pisztácia, sziasztok!